A Magyar Királyi Honvédségben használt kézifegyverek közül először az 1861 mintájú gyalogos tiszti szabját mutatnám be, amely nevéből is adódóan általában a gyalogos tiszteknek volt a szálfegyvere. Természetesen ebben az időszakban ez már nem hadi eszközként jött számításba, rangjelző fegyver volt, de egyébként a honvédségen kívül még elég sok fegyveres testület használta. Nem csak a tisztek számára volt rendszeresítve, hanem az altisztek is használták. Az kardok egyik nagyon fontos kiegészítője volt a kardbojt, amely mutatta az adott állomány kategóriához való tartozást. A tiszteknek mindig aranyszínű volt, az altiszteknek ezüstszínű, a legénységi állománynak pedig kávébarna selyemszövetből készültek a kardbojtok, de ugyanígy a szuronybojtok is. Egyébként ez a hármas színelosztás napjaink Magyar Honvédségénél ugyanúgy megvan. A másik hosszú szálfegyverfajta az 1904-ben rendszeresített lovassági szabja, szintén egy egyélű, enyhén ívelt, vágásra és szúrásra egyaránt kiválóan alkalmas közelharc fegyverről van szó. Hivatalosan a kardot, a lovassági kardot 1941-ig viselték a lovasított alakulatok. A Magyar Királyi Honvédségben minden egyes honvéd tartozhatott a légierőhöz, szolgálhatott a páncélosoknál, alapvetően lövész volt. A legalapvetőbb lövészfegyver ebben az időszakban, tehát az 1920 és 1945 közötti időszakban még az ismétlő puska volt. Az ismétlő puskák általában ekkor ötlövetű, középágytáras fegyverek voltak. A Magyar Királyi Honvédségben az első világháború előtt rendszeresített 1895 mintájú puska családnak a karabé változata volt rendszerben, 1931 mintájú puska néven. Ez a régi első világháborús fegyvernek egy kissé modernizált változata. A modernizációt nem a külsejében lehet látni, tehát ergonómilag semmiben nem különbözött, és kezelésében semmiben nem különbözött az első világháborús fegyvertől. Mindössze a töltények a teljesítményét növelték meg, az viszont jelentősen. A fegyver mind gyalogsági, mind lovassági hordmódra egyaránt alkalmas, tehát ugyanúgy lehetett a vállon és ugyanúgy lehetett a háton viselni. Legfontosabb kiegészítője volt a kézszurony, amelyet néhány egyszerű mozdulattal lehetett a puska végére illeszteni. Ezáltal egy közelharcra is alkalmas támadó és védőfegyvert kaptak a honvédek. Magának a puskának a zárszerkezete ekkor már kissé elavult volt, és már 1931-ben elkezdődtek a kísérletek a váltótípussal, amely nem sokkal később, 1936. január 1-én került rendszeresítésre. Ez lett az 1935 mintájú puska. A Mannlicher puskákkal ellentétben ez már nem egyenes húzású zárdugattyús típus volt, hanem Mauser típusú zárral rendelkezett, tehát a korban szokásos ismétlő mozdulattal kellett felhúzni. 5 töltény befogadására alkalmas szekrénytára van, és egy elég jó konstrukciónak mondható a korszak többi ismétlő puskájához viszonyítva. Ehhez is természetesen tartozott egy szurony. A háborús tapasztalatok alapján ez már nem egy rövid készszurony volt, hanem egy eléggé masszív döfőszurony. Mint látható, a szuronynak a középső részén egy ilyen erősítő gerinc kapott elhelyezést, ezáltal a szurony törések száma jelentősen csökkent. Látható, hogyha felteszem a fegyverre, akkor egy elég tekintélyes méretű lőfegyvert, szálfegyverre felszerelt lőfegyvert kapunk. Ez természetesen a szuronyharc során kitűnően bevált. Magát a puska töltényt a honvédek a szintén még az első világháború előttről származó kettős tölténytáskában hordták. Minden honvédnek két-két ilyen kettős tölténytáska volt a derékszíján, azaz összesen 20 töltény volt kéznél.
A többi töltényt a gyalogságnál az úgynevezett szörm és tölténybőrönben tartották. Ez szintén egy első világháborúból örökölt konstrukció. De nem csak a tartalék töltény nyert itt elhelyezést, hanem egy-egy kézgránátot, illetve a tartalék húskonzervet is ebben helyezték el. Továbbá a málha fülesek segítségével ide még köpenykoszorút, sátorlapot, rohamsarakot, illetve gyalogsági ásót is föl lehetett málházni. Magát a tölténybőröndöt szintén az 1940-es évek elején törölték a hat felszerelések közül. Nyilván nagyon drága volt a gyártása. 1942-ben a keleti fronton küzdő magyar honvédek számára a lőszer utánpótlás komoly kihívást jelentett, tehát majdnem 2000 kilométerről biztosítani a puska töltényt, illetve a pisztoly töltényeket. Ezért már igen korán elkezdődtek a tárgyalások a német Mauser puska töltények rendszeresítésére. 1942. augusztusában született meg a döntés, hogy a Magyar Királyi Honvédség át fog térni erre a németek által is használt töltényre, és természetesen ez újabb ismétlő puska gyártását, tervezését és gyártását követelte meg. Az 1935 mintájú puskák Mauser töltényjel működő változata a 43 mintájú puska volt. Ezt a fegyvert korábban már gyártotta a Fémáru Fegyver és Gépgyár RT, méghozzá a német hadsereg megrendelésére. Ezt a puskát kellett egy kicsit a magyar viszonyokhoz átalakítani, a magyar kívánalmakhoz átalakítani, és ebből lett tulajdonképpen a 43 mintájú puska, tulajdonképpen a 35 mintájú magyar puskának a német töltény adaptációja. Ugyanúgy 5 töltény befogadására alkalmas szekrénytára van, de a magyar puskához képest nem egysorban helyezkedtek el a töltények, hanem cikk-cak alakban. Ez már valódi Mauser zárszerkezet, kiváló minőségben készítették, és ugyanúgy a 35 mintájú szuronyt fel lehetett tűzni rá, mint elődjére. Erre a fegyverre terveztek egy kiegészítőt, és használba vettek egy kiegészítőt, az 1943 mintájú gránátlövő tromblont, ezt egy az egyben a német haderőben rendszerített típust vették át, amelynek segítségével repeszgránátokat, illetve páncéltörő gránátokat lehetett kilőni. A másik általánosan használt kézi lőfegyver, a marok lőfegyverek félék voltak. Ebből elsőként a Magyar Királyi Honvédségben 1919 mintájú pisztoly néven a Frommer Stopp ismétlő pisztolyt, öntöltő pisztolyt rendszerítették, amely már szintén az első világháborúban használatban volt. Ezt a pisztolyt a híres magyar fegyvertervező Frommer Rudolf tervezte, és tudni kell róla, hogy ez az egyik legnagyobb példányszámban gyártott marok lőfegyverfélénk. Összesen több mint 400 ezer darab készült belőle az 1930-as évek végéig. Egy eléggé sajátos kinézetű és sajátos működésű konstrukcióról van szó, amelyet hamarosan le is váltottak, az 1929 mintájú, majd pedig az 1937 mintájú pisztollyal. Ez a fegyver már kinézetre is és működése szempontjából főleg modernnek számított. 8 töltény befogadására alkalmas szekrénytárral, markolatbiztosítóval rendelkezett, és teljesen megfelelt az akkoriban a hadipisztolyok szemben támasztott követelményeknek. A pisztolyokat a honvédek a derékszíjukra jobb oldalra fűzött pisztolytáskában tartották, amelyben még 2 tartaléktárat is el lehetett helyezni. A pisztolyokkal azokat a elsősorban tiszteket, nehéz fegyverkezelőket, páncéljárművek személyzetét, gépkocsi vezetőket szereltek fel, azokat általában, akik részére nem volt indokolt a puska használata. A pisztolytöltény tüzelő sorozatlövő fegyverek 1941-ben jelentek meg a Magyar Királyi Honvédségben, és elsőként az a csapattest kapott ilyen fegyvereket, akiknek számára
szinte létérdek volt a sorozatlövő fegyvereknek a szaporítása. Ez pedig nem volt más, mint az ejtőernyős csapat, nem. Ugye az ejtőernyősök, amikor földet értek, akkor az alapvető tűztámogatást a géppuskáktól nem nagyon tudták megkapni, hiszen elég nehéz volt ezt velük szállítani. Golyószórók azok ejtőtartályban értek földet, ezért kívánatos volt, hogy az ejtőernyősöknél sok géppisztoly legyen. Ezért 1942-ben vásároltak Németországból MP35-ös géppisztolyokat. Ez Theodor Bermannnak egyik konstrukciója. 9 mm-es parabellum űrméretű géppisztoly. Ez is eléggé sajátos működésű, és a korszaknak egyébként teljesen megfelelő oldalsó tár beillesztéssel gyártották. Később, amikor már magyar tervezésű géppisztolyokat is rendszerbe állítottak, ezek a fegyverek a haditudósító századhoz, illetve kisebb mértékben a légierőhöz kerültek. A magyar tervezésű géppisztolyok 1938-ban kerültek először csapatpróbára, méghozzá a Danuvia gyárban készült Király Pál és Kuhel József által tervezett, későbbiekben 1939 mintájú királygéppisztoly néven elhíresült fegyverek voltak ezek. A királygéppisztolyok különlegessége a behajtható tár volt, illetve, amelyet most nem fogok tudni megmutatni, a különleges kettős osztású zárszerkezet, amely lehetővé tette, hogy az erős, nagy teljesítménynek számító Mauser Export pisztolytöltény tüzelése közben is a fegyver megfelelően viselkedjen. Mint látható, teljes hosszúságú ágyazat jellemzi a fegyvert, igen-igen hosszú géppisztolyoknál szokatlan, majdnem 50 cm-es csőhossz, illetve különlegessége, hogy szintén a szuronyt rá lehetett tűzni a fegyverre. Ez egyébként a géppisztolyt elsőként megrendelő csendőrség számára volt kívánalom, akik a rendfenntartáshoz akartak egy jól kézies, szuronnyal felszerelhető géppisztolyt. 1939 mintájú géppisztolyból 1940-ben 1500 darabot rendeltek, ebből több mint 400-at az ejtőernyős zászlója számára, akik a próbaugrások során rájöttek, hogy ez a teljes hosszúságú, majdnem puska méretű géppisztoly nem igazán alkalmas az ugrásokhoz, hiszen előfordult egy-két eset, hogy az ejtőernyő zsinóra rácsavarodott a csőre. Éppen ezért rendszeresítésre került ennek a géppisztolynak az oldalra behajtható tusás változata, az 1939/A mintájú géppisztoly, amely, mint látható, néhány egyszerű mozdulattal össze lehet csukni a fegyvert, és így már desszant képes lesz. Ugye ez összmér megoldásnak tűnik, tulajdonképpen az is volt, de akkor a célnak teljesen megfelelt. Ennek a fegyvernek, aminek a kezemben tartok, a különlegessége, hogy 1939/A mintájú géppisztoly nem létezik, tehát nem maradt fent gyűjteményekben, ezt a Hadtörténeti Múzeum munkatársai készítették el ezt a rekonstrukciót. 1942-ben a keleti fronton harcoló honvédeink számára a géppisztoly nagyon fontos harceszközzé vált. Ugye ezt a hiányt, a géppisztolyok, magyar géppisztolyok hiányát, ezt igyekezett a hadvezetés enyhíteni. A német véderőtől, vagy haderőtől 5000 darab MP40-es géppisztolyt kaptunk, illetve növelték a géppisztolyok számát a zsákmányolt PPS géppisztolyok is. 1942-ben került sor a következő generációs királygéppisztolyoknak a rendszeresítésére, amely minden egyes fegyver és csapatnem számára már egyaránt megfelelt. Tehát rendelkezett azokkal a tulajdonsággal, mint elődje, a szuronyt fel lehetett rátűzni, ugyanúgy behajtható tár volt hozzá, viszont némileg rövidebb lett a csöve, és ami legfontosabb, hogy be lehetett hajtani a váltámaszát. Tehát ez már a desszant feladatokra is egyaránt alkalmassá tette ezt a fegyvert. Maga az zárszerkezet, illetve a tüzeltöltény nem változott. A sorozatlövő fegyverek közül a legáltalánosabban használt fegyver volt az 1931 mintájú 8 mm-es golyószóró. A golyószóró rendszeresítését már az 1920-as években elhatározták, hogy véghez kell vinni, de egészen a 30-as évekig nem találtak megfelelő típust.
Ez a fegyver, amit a kezemben tartok, ez a svájci Solothurn fegyvergyárnak a egyik terméke, egy német tervezőmérnök tervezte, és talán a rendszeresítését az is elősegítette, hogy a szomszédos Ausztriában, ahol ugyanilyen modernizált Mannlicher töltényt használtak, ez a golyószóró volt rendszerben. Svájci fegyver igazán precíz működésű, rövid csőhátra siklású golyószóról van szó. 25 töltény befogadására alkalmas ívelt szekrénytár volt hozzá. Eléggé könnyű fegyverről van szó, és rövid sorozatokkal tüzeltek vele általában, kisebb célcsoportokra. 1938-ban egy golyószóró nehéz állványt is szerkesztettek és rendszeresítettek hozzá, amely alkalmassá tette légi célok elleni harcra. Így tulajdonképpen ez lett a Magyar Királyi Honvédségben a földi erőknek az első légvédelmi, kézi légvédelmi eszköze.